Sziasztok, idő lesz után. Most egy gyors EQ tesztet fogok tartani. Vagyis benyomást szerezhettek önmagamról. Lássuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Na, ilyen esetben de egy probléma van csupán. Hogyha mindig a mindigre megyek, akkor annak maximális eredménye lenne. Éppen ezért jobb, hogyha inkább őszinte leszek. Inkább őszintén csinálom ezt a tesztet. Hogyha a legtöbb helyzetben magabiztos vagyok. Általában. Egyébként ki tudom fejezni, hogy mit érzek. Hát nem is tudom, mit mondjuk erre. Néha. Szívesen segítek másoknak. Általában. A nehézség leküzdésében szeretek lépésről lépésre haladni. Sokszor. Tudom, hogy kezeljem a jutalmító helyzetekét. Néha, tudom. Ha valaki elődő sok, azt megmondom neki. Hát ez elég nehéz lenne, hogy mindig. Tisztában vagyok az érzéseimmel. Általában. Nagyon jól megértem más kérdését. Néha. Úgy gondolom, hogy nehéz helyzetek is úrrá tudok lenni. Hogy miért azt jobb, hogyha inkább nem mondom meg. Úgy gondolom, hogy a nehéz helyzetekén is úrrá tudok lenni. Néha. Ha valakivel nem értek egyet, azt a személybe mondom. Általában. Jó az önbecsülésem. Néha. Nem is tudom. Meglehetősen vidám személy vagyok. Hát én nem vagyok vidám. Könnyen tudok változtatni a véleményemet, belátom, ha a tévedék is ki is mondom. Néha. A legtöbb dolgban optimista vagyok. Általában. Könnyen barátkozom másokkal. Hát ez nem olyan könnyű ám. De azért megyek általában. Szeretek fantáziára képzelni dolgokat. Mindig. Nehéz helyzetekben is meg tudom őrizni a nyugalmam. Nem, néha. Általában bízom benne, hogy a dolgok jobbra fordulom, még akkor is, ha időnként csalódás ér. Hát engem nem időnként így csalódás. Hát soha, mert nem, ez nem fordul el soha. Könnyen megy a barátkozás. Általában inkább. Mindenkiben inkább az erősségét figyel, mint a gyengeségeit. Hát nem is tudom. Néha. Odafigyeljek az érzéseimre. Általában. Úgy vélem az érzelmek ki épp olyan fontosak, mint a racionális gondolatok. Hát nem, mert én sose gondolok el. Gyakran hallgatok az intuíciómra. Általában. Odafigyelek mások szava és észreveszem az általánosításokat például mindig. Ezt nem szoktam. Ha beszélgetek, főleg a másikat hallgatom. Hát nem is tudom erre mit mondjak. Néha. Észreveszem, ha valaki kényelmetlen érzi magát és nem szól. Sokszor. Mondjuk úgy, hogy sokszor. Elégedett vagyok a külsőmmel. Hát, sajnos.
Nem igazán. Pozitívan gondolkodom magamról. Általában. Beszéd is sok tíj kérdést teszek fel. Sokszor. Elégedett vagyok az életemmel. Nem vagyok elégedett. Sajnálom. Bizalmatlan vagy nagyon sokszor önmagaddal szemben is. Hát igen. Nem egy vele... Jó élünk van az EQ, fejleszthető, nem egy vele született adottság, ismerj meg egy napos részvényként, ahol az EQ hazai utolja is segítenék ebben. Kíváncsi vagyok, hogy vajon mire gondol. Nem is érdekes. Jó van mindegy. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és sobatok egy lájkot. És lehet, hogy még alkútesztet is akarnék csinálni. Legalább őszinte voltam. Nem kattintottam a mindigre. Szevasztok, legközelebb is.